Nem sikerült a bravúr az első hazai mérkőzésen a DVTK női röplabda csapatának. Az ellenfél a bajnok esélyes Kaposvár volt. Mindhárom szettet a vendégek uralták, ám néhány hazai jelenetben már látszott, hogy a Diósgyőri csapat kezdi felvenni az extra liga ritmusát. DVTK Kaposvár 0-3. Az Extraliga alapszakaszának harmadik fordulójában vasárnap hazai pályán fogadta a DVTK női röplabda csapata a komoly játékerőt képviselő kaposváriakat. Az első szettet magabiztosan kezdték a vendégek, a piros-fehérek hibái miatt pedig hamar előnyre tettek szert. A játékrész 12-25-ös eredménnyel zárult. A fordulást követően kiegyenlített volt a játék, egy kis idő elteltével viszont ismét a kaposváriak akarata érvényesült, és 17-25-re megnyerték a játékrészt. A harmadik szett sem hozott változást, az utolsó harmadot magabiztosan uralták és hozták a vendégek. Így DVTK Kaposvár 0-3. Egy kicsivel többre számítottam. Én úgy gondolom, hogy voltak olyan labdamenetek, ahol lehetett látni, hogy azért van a csapatban potenciál, de sajnos a nyitásfogadásunk a mai nap nem volt olyan, hogy meg tudjuk mutatni igazából az erényeinket. Jól kiszedték a kulcsembereket, abból nem tudtunk precízen pontos játékot produkálni, és hát ez törvényszerűen szülte most, hogy a Kaposvár nyert. A DVTK női röplabda csapata legközelebb idegenben szombaton lép pályára, amikor a Vasas csapata lesz az ellenfél.